Néhány hónapja készítettük ezeket a felvételeket, akkor a rendőrség munkatársai 24 órán keresztül pásztázták az utakat Tolna vármegyében egy nemzetközi akció részeként. Gyorshajtókra vadásztak, és ehhez rengeteg trafipaxot is bevetettek. Most ismét hasonló zajlik az országnak ezen a részén, az ellenőrzések pénteken már el is kezdődtek, és egészen hétvégéig tartanak. Mai napon 21-én reggel 6 órától, holnap reggel 6 óráig 24 órában folyamatosan mérik a sebességet az ország útjain, nem csak a Tolna vármegyei rendőrök, hanem a vármegyék többi helyszínein is. Erről korábban tájékoztattuk az állampolgárokat, és a polisz.hu felületen most is megtekinthetik azt, hogy hol, mikor, milyen helyszíneken várható sebességellenőrzés. A rendőrség munkatársai Tolna vármegye mindaz 5 járásában vadásznak a gyorshajtókra egészen szombat reggel 6 óráig. Mindenkinek szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ez az akció nem azért történik, mert az embereket szeretnénk mindenáron szankcionálni, hanem igenis szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogyha a szabályokat maradéktalanul betartjuk, így a sebességhatárokat is, akkor a balesetek elkerülhetőek, és mindenki biztonsággal haza tud jutni. A polisz.hu internetes oldalon pedig nyomon követhető volt, és szombaton is az lesz, hogy hol mérnek éppen a rendőrök.